Kibékült király Viktor és felesége, Anita és a közös kisfiúk visszaköltöztek az énekeshez. Sikerült megmenteni a házasságát király Viktornak és feleségének, király Virág Anitának. Bár a házaspár másfél évig harcolt azért, hogy kijöjjenek a gödörből és elkerüljék a válást, mindez nem volt hiába való. Információink szerint újra egy párt alkotnak, és az énekes felesége a kisfiával együtt visszaköltöztek a családi házba. Úgy tűnik, Viktornak sikerült beteljesíteni azon vágyát, miszerint 2024-ben maga mögött hagyva a fájdalmas múltat, testileg és lelkileg is rendbe hozza az életét. Az énekesnek másfél évébe telt, mire visszakapta a családját, és a feleségével együtt sikerült túljutniuk a mélyponton. Ez az időszak Viktor számára borzasztóan nehéz volt, teljesen padlóra került, hiszen a családja hiánya mellett alkotói válságba is szenvedett, ráadásul jó néhány plusz kiló is felszaladt rá. A magánéleti nehézségeim sok minden másra is kihatottak. Sokszor éreztem azt, hogy alább hagyott az alkotói vágyam, nehezebben tudtam komponálni, miközben máskor percek alatt jött az ihlet. Ismerte el tavaly év végén Viktor, aki eldöntötte, idén a lelki egyensúlya mellett életmódváltásba is kezd, hogy visszanyerje a régi formáját. Ebben pedig felesége Anita van a segítségére. Mivel a táplálkozásom inkább diétásnak mondható, amiket főzök, azok főleg egészséges ételek, ezért ha akar, ha nem, fogy tőle. Az elmúlt időszakban, amióta ismét együtt van a család, már nagyon sokat fogyott. Ebben persze sok más is közrejátszik, így a lelki béke is. Még nincs itt az ideje, hogy beszéljünk arról, mi történt köztünk, illetve hogyan alakul az életünk, mondta a napokban a Glamournak Anita, akinek a szavai arra utalnak, hogy nem csak újra egy párt alkotnak a férjével, de ismét egy fedél alatt élnek budai családi házukban. Kerestük Viktort, ám időt kért, hogy meséljen a házasság alakulásáról. Egy közeli ismerősüktől azonban megtudtuk, Anita és a 3 éves kisfiú Colin visszaköltöztek az énekeshez. Néhány hete már újra együtt élnek, amitől Viktor nagyon boldog, teljesen kicserélték őt. Megérte ennyit küzdeniük a házasságukért, mert most úgy tűnik, sikerült nekik rendbehozniuk mindent. Voltak pillanatok, amikor már a környezetük is lemondott arról, hogy újra egy család legyenek, de Viktor sosem adta fel. Végig kitartóan küzdött a családjáért, aminek meg is lett az eredménye, mesélte lapunknak az Informátor. Viktor és Anita házassága azután került mélypontra, hogy az énekes 2022 tavaszán hazatért az Ázsia Express című műsor forgatásairól. Anita nem sokkal később el is költözött kisfiával a közös otthonból, de a gyereküket továbbra is közösen nevelték. A pár ezután az alapoktól próbálta újraépíteni a kapcsolatát, randevúkra és romantikus külföldi nyaralásokra szöktek el kettesben. Bár még tavaly nyáron is úgy tűnt, hogy a helyzet menthetetlen, sőt a válás gondolata is felmerült, sokadiknek kifutásra sikerült ezen is túllendülniük, és a karácsonyt már együtt töltötte a család. Nektek mi a véleményetek a történtekről? Írjátok meg kommentben. Iratkozz fel te is a csatornánkra, hogy ne maradj le a legfrissebb hírekről.